Üdvözlöm a kedves nézőket! Ma 2022. július 31-e vasárnap délután van. Nézői kérésre kertszemle videót készítünk. Hát most ez a szőlős kert lesz, amit megnézünk. És most szeretnék itt egy antireklámot csinálni. Én rendeltem és vásároltam 50 darab ilyen növényvédő hálót. Aki ilyet akar venni, és még nem vetette meg, ne tegye. Ugyanis ez a növényvédő háló azt csinálja, hogy szépen kinyílik. Annyira merev anyagból készült ez a háló, hogy hiába húzom be, és ezeket már visszahúzkodtam, de nézzük meg itt például. Érintetlen. Tehát ez be volt húzva, teljesen és kinyílik. Úgyhogy ezzel azt kell csinálni, hogy visszahúzni, és fogni egy kötözőt. Ráadásul még a levelet is le kell tépni majdnem hozzá. Hozzáférjen az ember. És akkor még egy kötözővel külön ezt megrögzíteni. Hát ez a háló így, ez egy bosszantás. Ez mindegyik így volt, tehát ezeket után kellett húzkodni, de már ezt is most húztam utána, de már itt van, tehát szétmegy. Meghúzom és akkor szépen csúszik kifele. Ezeket most mindegyiket szépen föl kell kötözgessem, a fenegye meg. De mindegy, lényeg az, hogy a preobrazsénye az már ilyen gyönyörű, az teljesen fölért maximális magasságban. Adná Isten, hogy messz is hálózni lehessen. Na, és akkor most nézzük meg, hogy a tegnapi esőnek mekkora volt a mennyisége. Ja, hát ez úgy látom, hogy ez szinte elhanyagolható. Ez még a tegnap előtti esőnek a nyoma. De itt most egész jó nedves a föld, hát most így szép poranyos, hogy megkapáltam. Hát igen, ez idáig innentől kezdve már száraz. Tehát ami tegnap esett, az hát ez így most 11-12 centiméterre ment le összesen az előző esővel együtt. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy továbbra is locsolni az kell. Ezt nem ússzuk meg. És ugye természetesen a szél, amit csinált, ugye megint, tehát ez egyszerűen nem lehet kivédeni. Leborogatja a szőlőgni. Ez a papírkötöző, hát igen, szóval nem tökéletes. Jó dolog, mert könnyűvel dolgozni, viszont egy kicsikét előregszik a hozzásodik, aztán utána a szél egyszerűen leveri. Tehát elszakad. Jaj. Van, hogy ki is lazul. Na, szóval akkor ezeket kötözzük vissza gyorsan. Ezt itt most azért csináltam meg mindent, mert egyik hozzászólóval megbeszéltük azt a dolgot, tehát próbáltunk rájönni arra, hogy a szőlős hol közben meglévő tőkék közé ültetett csemeték nem fejlődnek úgy, mint amelyek szabadon vannak. És azt mondtam neki, hogy hát szerintem elképzelhető, hogy a fényhiány az.
Úgyhogy most itt van ez a Ruby King, ami látszik, hogy még tehát van friss levél rajta, és a vitorla is aktív még, tehát van benne növekedési erély. Úgyhogy most fáj vagy nem fáj, innen kettőt, meg innen kettőt vesszőt leszedek. És akkor, hogyha így innen megnézzük, akkor rendesen kitágult a fér körülötte. Még ezt egy kicsikét megpróbálom elrébb húzni ezt a párat, amennyire lehet. És akkor most így ennek a Ruby Kingnek levegő is van körülötte, meg a fény is, mert ugye itt ráadásul van egy bodzafa, vagy hát most már fa nem bukor, ez is árnyékol. Ott pedig van egy natália, hát azzal szintén ezt meg kéne csinálni most. Na most itt az a helyzet, hogy hát Istenem, két ilyen gyönyörű fültöt le kell szedni, ahhoz, hogy ezt a vesszőt levághassam, de hát meg kell tenni, meg kell tenni. Hát igen, szóval ezen hát aktív a vitorla, aktív, de azért lehetne szebb is. És ez az a bosszantó, hogy ezen a natálián ez hát egyetlen egy szem hajtott ki ezen a csemetén, és egy cseppet sem görbül a vége, pedig látszik, hogy ez nedves a földje, hát, hát amilyen száraz az a talaj mindenfelé, hiába locsolnám akár naponta is, rögtön kiszárad szinte, mert a talaj elszívja. Tehát hiába, nem ahhoz, hogy lejusson a gyökér zónába, ezt rendkívül sűrűn kell most locsolni mindegyik csemetét. Mindegy, most akkor ez a kettő, itt próbakép meg van csinálva, tehát a Ruby King, meg ez a natália, és akkor majd ezt visszanézzük, hogy egy-két hét múlva, hogy látszik-e valami változás a fejlődésükben. Na, akkor nézzünk tovább. Kis leborult kettő, ezeket gyorsan visszakötöm. De hát ez a kisebbik baj, hogy ezeket vissza kell kötözni, mert azért látszik, hogy amíg visszakötözök, az továbbra is életben marad. Viszont itt van ez az esztertőke. Hát ezzel nagyon-nagyon érzésem van, hogy ez ennek harangoztak. Egyrészt a termésén is látszik, hogy ez valami borzalom. A levelei száradnak. Tehát vas hiányos, magnézium hiányos volt, minden. Kénytelen voltam termőkaron rövid csapra metszeni, mert innen le kellett vágni, el volt száradva a tavalyi hajtás. Ám de ami abból kihajtott kettő idén, hát most tessék, az is el van száradva. Tehát nem tud hozni új vesszőt ahhoz, hogy hosszú szálvesszősen termessem, mint ahogy a szemege szőlőhöz illik. Úgyhogy egyelőre nem tudok más kitalálni, mint hogy mivel ezt a tőkét itt ezt nagyon valószínű le kell váltani, mert ez is valószínű olyan, hogy ilyen leszúrt valami volt, mert nagyon csenevészen nőtt, tehát ez nem oltvány, hanem csak saját gyökeres valami lehet. Ide egy nagyon jó fajtát be fogok applikálni. Ami, hát igen, most ott ugye van ott a hamburgi muskotány, két tőke. Hát ide mondjuk másfél tőkét lehetne tenni. Ezt meg kell gondolni még, hogy az össze, hogy mit rendeljek ide. A lényeg az, hogy ez az Eszter, ez in memoriam.
Na jó, hát menjünk tovább. Na, itt is látszik. Hiába van ez a nagyon jó növényvédő háló, ha egyszer kinyílik. Ez egy nagyon rossz vétel volt, most már belátom. Főleg annak a fényében, hogy ugye ezt egy hete vásároltam, és így már visszállom. Azóta duplájára emelkedett az áram a beváruházban. Hát bolond, aki azt megveszi. Tehát nagyon merev anyag. Jó, biztosan ellenáll madárnak, mindennek, még talán jégnek is már jég az át, aztán. De... Szóval másmilyen anyagból fog keresni ilyen zsákot. Hát, ezek a csenevész fültök. Hát szóval ez van. Ebben a sorban itt szépen leborogatta a szél. Hát, az a baj, hogy mindig itt ilyen hülye szelek fújnak. De hát, Istenem, ezt ki lehet bírni. Na, ez csoda. Ez nem nyúltam még hozzá, és szélesre bántotta. Na, akkor ma hát, ha így marad. Jó, ezeket majd felkötözöm. Ja, itt is. Utána kell húzni, ami azt jelenti, hogy ez itt is hát kinyílt. Tehát csúszik föl a... Igen, szóval ez nem jó. Nem jó. Tessék, tehát a darázsnak itt a kényelmes bejárat ott van. Hát mondjuk akkor ófasz belindés, akkor ez semmit nem ér. Ezt meg kisipoljuk. Hogy a fenegye meg. Na mindegy. Itt viszont érdekes módon, hát ez egy Dunav. Ennek aztán nincsen fényhiánya, az biztos. De valahogy nem vitális. Hát a vitorla még hát mondjuk tekintető aktívnak, de szóval egy fejlődésben lévő szőlő nem úgy néz ki. Hol tudunk látni egy olyat? Várjunk csak itt. Tehát a fejlődésben lévő szőlőre ugye az a jellemző, hogy a vitorla végnél visszahajlik. Annál is ennél nem túlságosan, tehát azt jelenti, hogy locsolni kell, pedig ezt most locsoltam, de hát úgy látszik kevés neki a víz még így is. Ez is hajlik vissza, tehát nagyon jó. Tehát még ez erősen nőérzben van. Jó, hát ez meg, na, ez semmi panasz nincs, ez a velika, hát ez itt a vége, Husservére. Az a nagy esda, hát ez is olyan, hogy nem tudom, ez... Ami nem állt meg a növésben, de vitorra az egyenesen áll. Hát ez egy... És van egy Ruby King, ami letört. Nem mondjuk ezt nem tudom nagyon fényhez juttatni, de hát látszik, hogy hozott új leveleket itt. És hát ezt nem nevezném vitorlának, de hát lehet, hogy még ebből lesz valami. Végül is még eljöttünk az augusztus, szeptember, tehát két hónap alatt még ez sokat változhat. Na most itt a izé, óha, na. Belgrádi magvatlannak a vége. En most itt ez napégés, vagy mi, nem tudom, de gyönyörűen le van száradva, nagyszerű. A másik hajtás, látszik, látod? Szépen vissza van kanyarodva, tehát gyönyörűen. Gyönyörűen nővérben van. A másik belgrádi magvatlan, ezt állandóan egy vakond jellegű teremtményi turkája. Lehet azt nem szereti, mert ennek viszont, na hát, itt eltűnt a vitorla is, nagyszerű. Hát itt van a vitorla, ez a... Most egy... Nem hónap, de hónaphajtás, de mindegy. Lényeg az, hogy nőjön. Tehát éppen hogy csak van egy kis görbet a vitorlámba, tehát nem nagyon nő. Ez is olyan, hogy van vitorla, de ma is locsolok, és akkor ezeket a szőlőket végig kell locsoljam. Itt is. Tehát éppen hogy csak egy picikét meg van hajolva. Nem nőnek rendesen ezek a szőlők pedig. Na, tessék, itt van
Tehát a előnye megvan a talajtakarásnak, de hátránya is vonza a talajlakókat, akik eszik a gilisztákat. Na hát akkor most egyelőre ennyi lett volna ez a szőlőskertől készült videónk. A következő videó az még nem tudom mi lesz, addig is a viszontlátásra.